most először kinyitom. Mert képes vagyok ezekkel órákig csörögni. Ami irodatlan idegesítő. Sziasztok! Ebben a videóban szeretném megmutatni a januári elfogytakos kis zacskómat, ami megint egy picit nagyra sikerült. Mert átnéztem az egész fürdőszobát, kitakarítottam és találtam egy csomó olyat, ami már megérett a pusztulásra. Úgyhogy, ha érdekel benneteket, akkor maradjatok velem. Az első termék az nem más, mint az Original Source nevű tusfürdője, ami az Extreme Tingling XXX Mint nevű tusfürdő, amiről azt kell tudni, hogy hűsít, de olyan szinten hűsít, hogy megfürdesz vele, télen soha ne fürd meg vele, mert halálra fogsz fagyni. Tehát, hogyha nyáron használod ezt és letusolsz, akkor a benne lévő menta miatt konkrétan úgy érzed, hogy az északi sarkon vagy és baromira hűsít. Úgyhogy nyáron ez egy nagyszerű termék, télen pedig no. Itt van egy Balea Luxury Red Lab nevű fürdősó. Nem tudom, miért vásárolok fürdősókat, nincs kádunk, úgyhogy ez egy baromi nagy rejtély, ez kókuszos és barack illatú volt, és igazából lábáztatásra használtam el, így annyira nem tud nagy élményt nyújtani. Maga az illata nagyon kellemes volt, akinek van kádja, szerintem a sokkal jobban jár ezekkel, mint én. Következő szintén egy DMS márka, Donto Dent, egy fogkrém, ami egyébként ez a gyógynövényes változat, már vagy 15-öt vagy 20-ot is vásároltunk belőle. Hogyha nem jönnek be a kísérletezéseim az ilyen Senzodyne, Blenda, mert mindenféle változatokat, akkor mindig visszatérünk ez a csóró, olcsó változathoz, és kiderül, hogy pont ugyanannyira jó. Tehát így, szeretjük. Egy egyszerű fogkrém és olcsó. A következő termék az nem más, mint ez a mágikus csodavarázsgömb. A Britney Spears-nek a Fantasy Midnight nevű parfümje, amit nem tudom mennyire fog látszódni, de magamra próbálom fújni. Eddig nem működött, ha most működik, akkor megőrülök. Oké, nem működik. Tehát konkrétan nem működik ez a kis pumpa, és már itt összegyűlt körülötte ezek az illó olajok, vagy akármi, amiből áll, ilyen ragacsos trutyit képzett, és feloldották a műanyag tetejét. Tehát a benne lévő alkohol, vagy akármi, amiben készül a parfüm, feloldotta ezt a műanyag részt. Csoda, hogy nem oldotta fel magát az üveget. Az a lényeg, hogy ezt még nagyon-nagyon régen kaptam a páromtól születésnapomra. Én választhattam, nagyon-nagyon tetszett az illata. Maga, mivel én ez a parfümöket általában zárt, sötét helyen tartom, nem szoktak tönkre menni. És maga az illata fantasztikus, még mindig nagyon kellemes, gyümölcsös illat, de te nem lehet nyilván kinyerni, mert feloldotta magát az üveget. És így nem tudok vele mit kezdeni, így kirakhatom, de maga a termék így használhatatlan lett. A következő három termék az nem más, mint három darab szempillaspirál. Mindkettő szempillaspirál már régóta elfogyott, csak nem dobtam ki őket a kis tárolóból. Az egyik a Maybelline-nek a Less Sensational nevű változata, amit én nem szerettem, elhasználtam, mert nem volt olcsó, de nem szerettem. A másik az Oriflame-nek a Maxi Lash nevű változata, amit szintén nem szerettem, gondolom látjátok, hogy milyen ez az ecset, de ha nem, akkor lesz itt egy közeli is, látni fogjátok, nem, egyszerűen nem. A következő, amit szerettem, sokszor újra is vettem és sokat használtam belőle, az nem más, mint az Oriflame-nek a pack, ez a kicsit ilyen gumi is, minden irányba mozgó változata, egyedül az volt a baj, hogy magák a kis szilikonból lévő kis sörték képesek voltak, hogyha nem figyeltél oda, megszúrni a szemedet, mert nem tudom miért gondolták, hogy ilyen hegyesre kell ezt kidolgozni, de még megbocsájtható neki, mert nagyon szépen szétválasztotta és dúsította is a pillákat. A következő termék, ami nem fogyott el, ez a Bioderma-nak ez a Hydrobio Mask nevű változata. Én magamra kentem, de nem igazán jött be a hatása, így többet nem is használtam, és már szerintem ez le is járt egyébként júniusban, úgyhogy ez már mehet így a kukába. Következő két termék, az nem más, mint két koreai arcmaszk, az egyik a Nature Republic-tól, a másik pedig a Holika Holikától, mindkettőt nagyon-nagyon szerettem. Az egyiket akkor használtam egyébként, mikor
kicsit beteg voltam, így félúton megmondtam és levettem, a másikat pedig teljesen nagy nyugodalomban kiváltam a 15-20 percet, ez az arbutinos változat. Mindkettőnek van egy enyhe illata, és egyébként nagyon-nagyon-nagyon sok folyadék szérum van benne, amit mondhatni pazarlás így elhasználni, hogy hiába rakod magadra, benne marad egy csomó, én megpróbáltam a dekoltázsomra is, és a nyakamra is, a vállaimra, mindenhol magamra kenni, hogy ne kelljen úgymond kidobni ennyit. Az egyik konkrétan 23 milli, ami ugye lehetetlenség, hogy valaki magára rakja, a másik pedig 20. Tehát ezek a maszkokkal egyébként csak annyi a problémám, hogy ha lenne itthon ilyen üres maszkon, betunkolnám hozzá, ő is beszívna egy csomót, és akkor ezt még fel lehetne használni, de így szerintem egy csomó benne marad, és még mindig oké, hogy már hetek óta itt van, és nem rakom magamra, de még tocsog rajta a szérum és az ápoló összetérő, úgyhogy erre majd ki kellene gondolni valami megoldást. Következő termék, amiről nem akarok jóformán semmit sem mondani, mert már évek óta a szekrényben van, ez az Alverdének a szenzitív dezodorja, büdös. Tehát mindig is büdös volt, nem is szerettem, el sem használtam, körülbelül idáig van még benne. Ezt én nem szeretem. Közben megvan az Oriflame kis kupak, illetve két ilyen kis kefe, ami az Oriflame arctisztító készülékhez való. Lecseréltem őket, és ezek ugye kidobásra kerülnek. Az egyik egy mély tisztító, a másik egy mindennapi változat. Tapintásra számomra pont ugyanolyanok, tehát jó, ez egy picit puhább, ez tényleg egy picit durvább kis szálakkal rendelkezik, de magát a készüléket nagyon szeretem, volt is róla a blogon bejegyzés, majd ide arra a leírásba leteszem, hogy el tudjátok olvasni, évek óta használom, egy nagyszerű kis termék, és még mindig ugyanazok az elemek vannak benne, mint amikor megvettem a készüléket, tehát évek óta. Ez azért nem rossz. Következő termék, ami szintén tönkrement és kidobásra került, az nem más, mint az Alverdének a korrektorja, ki sem akarom nyitni, lehet, hogy már több üdi. Nagyon híg, nagyon picit fedett, úgyhogy nem igazán jött be ez a dolog. Következő két termék, ez majdnem teli van, ez pedig csak egy pici hiányzik belőle, mindkettő egy naptej, az egyik egy 30-as is segít a barnulásban, a másik pedig egy 20-as, és van benne ilyen kókuszos kis aroma is, talán csillog is, de nem vagyok benne biztos. Mindkettő le van járva, igazából nekem megvan a jól bevált napozó termékeim, így ezeket nem is annyira használtam, egy-két alkalommal ezt a változatot. Nem voltak rosszak, de úgy mindig biztosabbnak érzem, hogy amit én választottam, és amit én szeretek, azt használjam, és akkor tudom, hogy jó, ez jó, biztos védelem. Ezeket pedig annyira nem tudom. Úgyhogy mindegy, ezek is tönkre mentek, úgymond lejárt nekik a szabadossági idejük. Következő termék az nem más, mint a Cosrx-nek az AHBHA. Tonikja, amit már így elpumpálgattam, de magát a kis dobozt megtartom, mert általában ezeket el szoktam mosni, és valamire tök jó lehet ezeket használni. Úgyhogy ezt nem dobom ki, de maga a termék elfogyott, nagyon szeretem, beszéltem róla milliószor. Következő termék az nem más, mint a Schwarzkopfnak ez a marakesi olajos kókuszos samponja, ami ilyen nagyon finom illata volt, és én régen nagyon szerettem a Schwarzkopfnak ezeket a... Volt mindegyik ilyen állású kis samponja, nekem majdnem mindegyik pont ugyanolyan hatást ért el. Ez egyébként egy ilyen ápoló, igénybe vett hajra való változat, nagyon jó. Most is egyébként a lila változat, ez az Ultimate Essence kaviár kivonatos csoda, szintén Schwarzkopf, és imádom is, nagyon sejmes, most egy picit dús a hajam, ezen ne foglalkozunk, hogy úgy nézek ki, mint egy oroszlán, de maga a hajamnak az állaga, hogy fényes, hogy sejmes, az nagyszerű. Következő termék az nem más, mindig van egy elfogyott furcsallás termékem, az nem más, mint a Mask of Magnaminty nevű arc és hát maszk. Mint látjátok, nem is fogyott el, én annyira nem szerettem. Akinek bevált, annak nagyon örülök, én nem fogom újra vásárolni.
Remélem tetszett nektek ez a közepes méretű elfogytakos videó, és találtok számotokra egy-két érdekességet, vagy olyan terméket, amit lehet ti sem vásároltok meg. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, esetleg iratkozzatok fel a csatornára, hiszen tudjátok, hamarosan még több új videóval érkezem, de addig is. Sziasztok! Jó. Indexkép. Nagyszerű.